Ünnepi gála műsorral várta a szépkorúakat az Idősek Világnapja alkalmából Tamási Város önkormányzata és az Operett Színjátszó Egyesület Tamásiban. Széles András alpolgármester teltház előtt mondta el üdvözlő szavait, beszédét Albert Schweitzer teológus gondolataival kezdte. Csak az öregszik meg, aki lemond eszményeiről. Az évek múlásával ráncos lesz az arcod, de ha kialszik benned a lelkesedés, akkor a lelked ráncosodik meg. Olyan fiatal vagy, mint a reményeid, olyan öreg, mint a kétségeid. Olyan fiatal vagy, mint az önbizalmad, olyan öreg, mint a félelmeid. Fiatal, mint a hited, öreg, mint a csökkedésed. Az alpolgármester kiemelte, a város idősei, nyugdíjasai, a helyi közösség fontos részei. Köszönettel és hálával tartozunk nekik, mert a város szívét, lelkét adják. Általában bármelyik világnappal kapcsolatban furcsa helyzetben vagyunk, hogy egy napot kijelölünk, pedig valahogy úgy kéne éljünk, hogy minden napot annak szentelünk, jelesül az idősek tiszteletének, hiszen a mai köszöntőben is elmondtam, hogy olyan érzések kavarognak bennem, mint az öröm, az irigység és a remény. Öröm az, hogy ilyen szép számmal eljöttek, ez több dolgot jelent egyszerre, hogy igen sok kedves idős van a városunkban, akinek örömet okozhatunk ma, és öröm számomra, hogy egy gesztussal tudjuk valamit, hát igazából nem mondom, hogy viszonozni, mert az sosem lehet, de ennek a korosztálynak a tiszteletét megadva egy rendezvényen kedveskedni nekik. Az irigység az pedig azért, mert ahogy láttam az idejövő nyugdíjasokat, már magam is lassan a nézőtéren fogok helyet foglalni, de az az életigenlés, az az öröm, az a sok mosoly, az irigylésre méltó. A mi, vagy pedig az alattam lévő generációk sokat tanulhatnának abból, ahogy a mi időseink élnek, hiszen ők sokkal viszontagságosabb időket éltek meg, mint mi, és mégis valahogy úgy van a mai világban, hogy minél fiatalabb valaki, annál többet panaszkodik. Ez egy nagy tanulság, és a remény pedig az, hogy ha majd egyszer én is a nézőtérre kerülök, akkor a gyerekeimnek, az unokáimnak ugyanazt az élettapasztalatot, bölcsességet át tudom adni, mint ők nekünk. A legnépszerűbb operett dallamok is felcsendültek az est folyamán. A Csókos asszony, a Csárdás királynő és a Vígőzvegy fülbemászó dallamai mellett egy csokorra való sanzont és kuplét is meghallgathatott a közönség. A társulat nagy népszerűségnek örvend, előadásaikon mindig megtelnek a nézőtéri sorok, nem volt ez most sem másként, és a szépkorúak közönsége végül hálás tapsal köszönte meg a színvonalas előadást. Nem